Szerintetek milyen vagyok? Perfektül jól. De hihetetlen nagyon jól nézel ki abba. Végre elérkezett a nagy nap is. Ja. Erre vártam. Nagyjából. Tényleg Attila? Hát Attila fontos dolgokat. Fontos dolga. Igen. Hát kinevezik őt rendőrség élére. Hiszen Béla rendőrfőnök már nyugdíjba vonul. Hát ez mennyire szomorú. Hát képzel. Tessék! Jó napot, főnök! Jó napot! Miért tetszett hívni? Nem mondom, foglalj helyet! Tudod, hogy miért hivattalak ide? Kulcserügynök? Megérkezett az elemény a bíróságtól is. Így mondhatnám hivatalosan, hogy megoldódott a megoldhatatlan ügyünk. Tényleg igaz volt az állításom. Ezért is arra a határozásra jutottam, hogy téged nevezlek ki rendőrfőnökként a rendőrség élére. Ó, ez igazán megtiszteltető, főnök. Tudod, hogy mi jár ezzel? Nagyon sok felelősség. Sok minden jár. Tudom. Egy évig foglal mentorálni, utána egy év után nyugdíjba vonulok. És egy év után meg fogjuk látni, hogy hogy fogsz boldogulni. Csak bevartlak ebbe a vezetői pozícióba. Többieknek szót se, mert úgyis majd meg fogják tudni a tudnivalót. Köszönöm, főnök. Elmehet a dolgára. Értettem, főnök. Ja, és Attila? Igen, főnök. Még egyszer mondom, többieknek szót se. Értettő? Igen, főnök. Ajaj. Na, gyerünk, csipkedjétek össze magatokat, mindjárt készen kell lennünk. Időbe. Szavasz, Gordon. Ciao. Na, hogy halad a munka? Egészen, hát... Picit lelassultunk. Szállítási hiány. De az anyagi vezetőt sikerült leszervezni. Oké. Hogy kértek ilyen sejmeszőgyeget? Szereztem, mondtátok, hogy minden fehér legyen. Fehér. Ez nem fehér. Tudom, hogy ez fehér, de ez... sejmes. Én olyan szőnyeget szeretnék, ami nem sejemből készül és nem tépődik. Kérem azon, hogy cseréljétek le. Oké. Itt a végén mindannyiunk képességét veszélyezteti. Na, további jó munkát! Jaj! Frici! Igen? Cseréljük ki ezt a szőnyeget. Értettem! Jaj, de jó! Csajos partit tartunk. Örülök, hogy megy férhez. Neked már jobb. Hála a jó égnek, hogy találtad egy
Bát. Hát, nagyon izgulok az esküvőre. Semmiképpen ne izguljál. Ó, csörög a telefonom. Megyek. Beszélgetni. Na csak kihív. Remélem nem Attila. Szia, kicsi, mond. Sziasztok. Az új rendőrlány, gyertek vissza. Azonnal. Miért? A főnök gyors értekezletet akar. Gyors értekezlet? Igen. Rendkívüli bejelenteni valója van. Jó, azonnal menjünk, szólok is neki. Szia! Szia! Gyere, menjünk! Hova? Hát menjünk vissza a rendőrségre, főleg az egy gyors értekezletet. Már mentek is? Hát sajnos a főnök akarja. Jaj, pont akkor is. Remélem esküvőre jöztök. Jöjjünk, persze. Na, sziasztok! Jaj, ne búsulj. Ez van. Te, mit akar a főnök? Nem tudom. Szerintem valami bejelentés féleséget akar. Tényleg lányok? Szóltam nekik, hogy jönnek. De épp csajos bulit tartottak az esküvő előtt. Ja. De megjöttek az emlegetett szamán. Sziasztok! Szia! Csitu van! Nem tudom, mi a francéke irigykedni. Na, elég legyen. Nézd már, a félnótásban védelmükre keltek. Gyuri, inkább bezárnám helyette a szállat is. Na. Háj! Csak jöjjön már végre meg a főnök, azt valóban menjünk, ahova akarunk esküvőzni. Szép jó napot kívánok mindenkinek! Jó napot, főnök! Ki hiányzik? Jelentem, főnök, Roland hiányzik. Ó, hogy a bánat tegye meg a fejecskét. Jó napot, főnök! Hol a bubúnyákba voltál, Roland? Nem szóltak a füledre, hogy gyors gyülekezés van itt? Nem. Na, mindegy, állj be a sorba. Nos, mindenki tudja, hogy megoldódott egy megoldhatatlan ügy. Kulcsárügy. És a bíróság is azonosította, hogy tényleg úgy van, ahogy kulcsárik vallottak. Ezért is az ügy hivatalosan lezárásra került. Na most azt illeti, hogy egy új főnököt is kell választanunk. Ugye tudjátok, aki jobban vezeti az ügyet, az lesz az új rendőrfőnök. Ez a feltételem volt. És végre van valaki, aki vezetőképes. Végigvezett az ügyet. Bemutatom nektek az új főnök uratokat. Attila, gyere ki mellém! Nos, fiúk, lányok! Mai nappal kezdve Attila lesz az új rendőrfőnökötök. Ő fogja vezetni az egészet. Nyugi, nem kell még hiányolnom engem. Egy évig itt fogok maradni. Hogy Attilát betanítsam ebben a rendkívüli felelős feladatban. És utána megyek végleg nyugdíjba.
Csak én mentorálni fogom. Oké. Igen, főnök. Ennyit akartam mondani. Főnök úr? Igen. Erre a kulcsokra szükség van. Ha bármi gond van, őhozzá forduljatok. Akár probléma megoldás, akár segítségre, akár miben. Remélem, a legjobb, legkezekbe lesz a rendőrség. Atikám. Igen. Atikám. Ez a rendőrség a te felelősséged lesz. Ez az egész kúcerág. Meg ne tudjam, hogy valami rosszat csinálsz. Akkor azonnal más embert fog választani. Ez így fog szólni a többieknek is. Érthető voltam? Igen, főnök. Na, mindenki eredjen dolgára. Ne felejtjétek, esküvőn munka lesz. Milyen munka? Őrizni kell. Hát az neked, mi a francia őrzünk? A biztonsági őrt leszervezték. Ja. De mindenki az esküvőn is meg kell jelenni kötelező. Akár tetszik, akár nem. Nincs lófrálás. Igen, főnök. Nagyon helyes. Na jó, melyek készülődök? Na, mindenki munkára. Nem tudom, hogy fog kibírni ezzel az emberrel. Egy napot. Vagy egy évet. Józsika? Mondtam valamit. Értettem. Háj, mikor kezdek az eskü? Kicsi, maradj nyugton! Persze, amikor te voltál izgult, senki sem mondta, hogy mi eskünk, hogy mikor kezdődik. Kiváltak. Te is fel, ki, türe. Szia! Tudod, kire hozzad a szívbajt? Spongyabob? Igen, én vagyok. Spongyabob? Hogy te vagy itt? Hát... Úgy döntöttem, hogy én fogok kísérni az esküvőn. Nyilván anya meg apa nem jött rá. De azt akar mondani, hogy ti mi tesók vagyunk? Sajnos, de. Na és most maradj csendben. Ja. Kezdődjön ma. Kercsöngött az ember. Fej és pici kocka fej. Eljött a ti időtök, hogy összeházasodjatok. Csodálatos párok vagyunk. Vagy vagytok, ideje
elérkezett ennek a mérföldkő az életekbe. Most nagy galibát fogok csinálni az esküvőt. Au! Nem fogsz galibát csinálni. Schwarzenegger visszatért. Na most következnek az eskütétek. Tök fej. Mondd először te. Én tök fej. Esküszöm. Minden feltételhez. Lám, a béna embereimet legyőzted, mi? De egy van valaki. Mi ez? Ez csak egy végjáték. Nekem is van egy stukkerem, csak nekem menő. Na ehhez mit szólsz? Barátom. Nem vagyok roppantó a barátod. Mi ellenségek vagyunk. Mi vagy te? James Bondnak a fenék nyalója. James Bondnak a pincsije vagy, ugye? Aki most lelépett Amerikába, és itt hagyott a kis hangyalegúlendet. Hogy a mi kezünkbe kerülhessen. Azt már nem. Dugó, gyere ide! Intézi le. Én meg addig megyek. Meg nem azdulj! Én az első perctől szeretlek. Mindig is szeretni foglak. Nagyon is szeretlek, és örökre szeretnék veled élni. Ezért én mindig azt mondom, hogy hű legyél hozzám. Jóban, rosszban, egészségben, betegségben. Én mindig szeretni foglak. Nyugi van. Én mindig számíthatok rád. Akárhogy van. Hát olyan legutolsó béna emberemet is legyesz. Na ehhez mit szólsz? Jöjjön a végjáték. A hirtelen halál. Face to face. Szemtől szembe.
Azt csak hiszed? Na melyik lesz a túrós palacsinta? Sőt, melyik megy a hűvösre? Melyikünk lesz az, aki egy lekváros palacsinta lesz egy szója szószba mátva? Azt csak hiszed, barátom. Nem vagyunk barátok, hanem csak ellenségek leszünk. És valamelyikünk itt már be lesz darálva. Egy rossz minőségű papír az irodába. Na, csak hiszed. Nem hiszem, hanem látom. Hát nem! Kérlek, ne tedd ezt! Nézd a szemembe! Nézd! Sajnos nem tudom. Nem tudom. Ne! Kérlek, ne hallj meg! Ne tedd ezt velem! Sajnos. Szállásod, a barátaim, tök fej, ott van mindenki. Sajnos minden van. Mire beszélsz? Náá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 
Éljen az ifjú pár! Ez meg hogy a fenébe került? Senki nem hívta? Te ki vagy és mit keresel itt? Én vagyok Arnold Schwarzenegger. Na persze. Csak egy másolta. Na most aztán párbeszél. Ülj már meg a fenekeden! Nem bírom ki. Ülj már meg! Igaz, hogy el voltam tűnve. Nem haltam meg. Álljon meg a menet! Te nem valójában Schwarzenegger vagy, hanem egy oroszlán. Schwarzenegger Lego figura volt, aki 5 éve eltűnt és meghalt. Nem. Itt van a személyazonosságim, csak híztam. Átalakultam. Persze. Sőt, vissza is vonultam a pankrációból, ezért eresztettem sört hasat. Sörhasat eresztettél. Így van. De mégis az aktában az van ráírva, hogy maga meghalt és eltűnt.
Akkor meg hol a múlbánatban voltál 5 évig? Hol? Amerikában. Aztán Kínában, bárhol. Te hülye! Akkor miért nem hívtál fel bennünket, hogy te bubúnyá hol vagy? Uraim, legyen szíves, kicsit később rendezzék az nézeteltéréseinket. A szertartást szeretnénk folytatni. Attila, ülj le! Majd később beszélünk, bubúnyák. Mi ez? Húzhatják a gyűrűt. A gyűrűt ad ide. Ezzel is, törvényes módon, hivatalosan is, házastársakká lettek nyilvánítva. Köszöntsék egymást hitvesi csókkal. Jézusom, miért vagy te ilyen véres? Leszámoltam egy bandával. Ó, nem maradtam egy esküvőről. Milyen aranyosak. Hát nagyon is. Ilyen! Attila! Na megyek utána! Maradj már, Józsi! Kacsi, menj utána! Te miért rohantál le az esküvőről? Hát... ez egy remek jó összetartó csapat volt. Sajnos mindenki elmegy Amerikába. Én úgy döntöttem, hogy lemondok erről a rendőrfőnöki székről. Nem az már meg! A rendőrfőnöke szúrsz ki! Nem az. De kiderült, hogy Schwarzenegger él. Persze! Nem befolyásolja egy halottnak hit ember. De valakinek át kell, hogy adjam. Valaki ügyne. De ez a főnő beleegyezése is kell. Haver, ne szívass már! Igazad van, maradok. Na ez a beszéd. Pont. Vedd ki ebbe az esetet a fejedből. Nekem menjünk vissza. Ne hagyjuk magukra a többieket. Szerintem is.